Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök a TV Budakalász félidő című sportmagazinját látják. Mai vendégem Fekete Dávid, a Szájjel Budakalász felnőtt férfi kézilabda csapatának kiváló játékosa. Szia Dávid, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást. Hát a mai adásnak az apropója egyrészt az, hogy bár egy kicsit már távolabb vagyunk az Európa-bajnokságtól, kérünk tőled egy kis élménybeszámolót ennek kapcsán. A másik kicsit fontosabb része pedig, hogy jobban megismerjünk téged. Szerintem akkor kezdjük rögtön mindjárt az elejétől. Mesélj a gyerekkorodról, hogy hogyan kerültél kapcsolatba a sporttal, nevezetesen a kézilabdával. Tulajdonképpen nagyon mozgásigényes gyerek voltam. Ez már elég hamar kiderült, hogy nekem kell valamit csinálnom, amellett, hogy ugye jártam iskolába. Muszáj levezetnem a plusz energiákat. Édesapám kézilabdázó volt, budapesti elektromos játékosa, felnőtt válogatott is, és hát igazából én eleinte focizni szerettem volna, mint minden kisgyerek szerintem, és ő mondta az egyik ilyen foci edzés után, nem is tudom, talán csalódásból jöttem hazafele, és akkor szólt, hogy lehet, hogy egy fiú sportágat kellene elkezdenem. Hány éves voltál ekkor? Fú, ha jól emlékszem, 9. Tehát akkor 9 évesen kezdtél el kézire járni. Hogyan emlékszel vissza az első edzésekre? Milyenek voltak az első benyomásaid? Édesapámnak egy régi csapattársa volt az én nevelőedzőm, Pribék István. Nagyon jól éreztem magam, nem éreztem idegennek már az elejétől kezdve sem a kézilabdát, és így nagyon hamar a főszerelmemé vált tulajdonképpen ez a sport. Hol kezdtél, milyen csapatokban játszottál, egy kicsit avasd be bennünket az eddigi karrieredbe? Én a budapesti elektromosban kezdtem, mint édesapám. Ott egy jó pár évet töltöttem el, és utána egy fúzió során kerültem a Playerhez. Azután lekerültem Veszprémbe, egy pici ideig Vácon voltam, az már NB1 volt. Azután vissza Veszprém, és így kerültem Budakalászra. Hogyan emlékszel erre vissza, pontosan hogyan is kerültél ide a városba, és hogy érezted magad? Milyenek voltak az első benyomásaid a csapatról, a városról, a játék körülményeiről? Hát nekem alapból is szóba került már Budakalászon a nevem, mielőtt lekerültem volna másodjára Veszprémbe. Így nem volt idegen tulajdonképpen ez a közeg, már mindenkit ismertem nagyjából, aki most itt a csapattársam, mindenkivel játszottam minimum, vagy hát a fiatalokkal játszottam minimum egy évet Budapesten. Nagyon sok sráccal együtt kezdtem kézilabdázni. Hát tulajdonképpen Veszprém után egy kicsit nehéz így ide kerülni, azért az egy nagyon profi, egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon kiélezett klub. Azért itt Budakalászon egy kicsit más kategória, más fajta munka folyik, viszont nagyon komolyan bele kellett állni az edzésekbe, itt is más jellegű edzések voltak, de meg lehet találni benne a kihívást, ami egy sportolónak a létszükségletén, úgy érzem. Mennyire volt nehéz megszokni itt Budakalászon, mert ugye, ahogy elmondtad, akkor élásváltás volt tulajdonképpen. Nem lehetett nehezemre megszokni, mivel én leányfalusi vagyok, lassan 17 éve, hogy kint lakunk. Így elég közel is van, mint mondtam, mindenkit ismertem nagyjából. Szóval, és nagyon jól is fogadtak, mint az edzők, mint a vezetőség, mint a többiek. Így egyszerű dolgom volt, hál' Isten. Fiatalkorod ellenére már nagyon sok szép sikert elértél, ezt szerintem mindenképpen el lehet mondani, és nagyon fontos ezt kihangsúlyozni. Nálad volt-e egy olyan meghatározó pont, amikor azt mondtad, hogy igen, én ezt szeretném hivatásszerűen csinálni, és szeretném az életemet tulajdonképpen ennek szentelni, vagy ez egy természetes folyamat volt? Hogy érzed ezt? Szerintem természetes folyamat volt, mert ugye 9 éves korom óta nagyjából folyamatosan
ez határozza meg nekem a mindennapjaimat. Picit az iskola elő is helyeztem ezt gimnazista koromban, ami majd kiderül, hogy jó döntés volt-e. Tulajdonképpen én mikor már tromosos voltam egy pár éve, már akkor nekem a fejemben úgy volt, hogy ezt szeretném csinálni minden nap. Ebből szeretnék megélni tulajdonképpen. Szóval szerintem így természetes, hogy nem volt az a választópont, amikor én elhatároztam, ilyen nem nagyon, nem emlékszem, hogy ilyen lett volna. És akkor gondolom kézilabdázó édesapád ennek örült és támogat. Családod többi tagja hogyan állt ehhez, illetve barátaid, baráti köröd mit szólnak ehhez, hogy te ilyen profi kézilabdás vagy ilyen fiatalon? Na, tulajdonképpen a baráti köröm nagy része profi kézilabdázókból áll, így hogy nekem nem nagyon jutott idő a bandázgatásra tulajdonképpen, hogy így fogalmazzak. Én edzésem voltam nagyjából az időm szabad részeiben. A családom, hát édesapám szerette volna, és édesanyám is, hogyha egy picit jobban megy a tanulás, de egy idő után belátták, hogy ez nagyon nehéz így összeegyeztetni tulajdonképpen. Úgyhogy én Pest-Lőrincre jártam iskolába, vagy Pest-Lőrincre jártunk edzésre, ugye itt laktunk Leányfalun, és Óbudára jártam iskolába. Tulajdonképpen ez elég nagy háromszög. Minden nap fél nyolctól kezdődött a tanítás, minden nap 6.30-kor indultunk itthonról, és 9-re értem haza. Így elég nehéz a buszon tanulni, stb. Aztán amikor lekerültem Veszprémbe, akkor magántanuló lettem, ha jól emlékszem, egyből, ami nagyon megkönnyítette így a mindennapjaimat. Sokkal egyszerűbb volt nekem úgy felkészülni a vizsgákra, mint nap egy dolgozatra, mondjuk. De anyuék így most már szerintem nagyon kezdik belátni, hogy ez egy jó döntés volt. De akkor most, hogyha jól értettem, akkor az iskolán túl vagy. Tehát akkor egy fokkal kevesebb logisztikát igényelnek a mindennapok, de azt gondolom, hogy még így is azért elég sűrű az időbeosztásod. Hogy néz ki Fekete Dávid egy napja? Hát elég egyszerűek a mindennapjaim. Úgy gondolom, hogy a sportolónak kell egy rendszer az életébe, hogy legyen mibe kapaszkodni, amikor mondjuk nem úgy megy a játék. Hát próbálok minél többet aludni, minden esetre ez egy stabil pont nekem. Aztán felkelek reggelizem, megpróbálok minél egészségesebb ételeket fogyasztani, ezt vagy sikerül, vagy nem. Ebbe egyébként a barátnőm nagyon sokat segít, előkészíti nekem kicsit az étkezésemet, vagy segít minél jobban felkészülni így a hétköznapokra. Aztán elmegyek edzésre, ami egy 3 órát szokott igénybe venni. Egy és egy negyed órát, egy másfél órát szoktunk edzeni. Azután nyújtás, pici lazítás, masszázs mondjuk. Azután sietek haza ebédelni, és minél előbb leszoktam feküdni egy csendes pihenőre, ami szintén létszükséglet nekem. Aztán felkelek, egy kávé, még egy edzés, és utána jövök haza tulajdonképpen. Így telnek a mindennapjaim. És hát a bajnokság azt gondolom most az egyik legfontosabb az életetekben, a csapat életében. Ezen kívül nemzetközi tornán is részt vettetek, és te egy nagyon nagy sikert értél el a közelmúltban, az Európa-bajnokságon is szerepeltél. Hát ehhez először is szívből gratulálok az egész stáb nevében, és másodszorban pedig szeretném, hogy egy kis élménybeszámolóval örvendeztess meg bennünket. Hát ez az EB, ez egy kisgyerekkori álom volt tulajdonképpen, így a felnőtt válogatott debütálás, és még az Európa-bajnokságon is sikerült játszanom. Ez nagyon komoly dolog szerintem egy fiatal sportoló életében. Főleg aki magyar és tudja, hogy mit jelent felhúzni a címerest. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy így megkaptuk a lehetőséget, egy jó páran fiatalok. Hát ez az egész úgy kezdődött, hogy behívtak a 28-as bőkeretbe, ami
ami már akkora dolog volt, hogy így ámultam, mikor megláttam a cikket. Azután kellett mennem a két ünnep között. Volt egy kondicionáló edzés, egy lábmunka és egy labdás edzés. Annak úgy örültem, hogy ez már lassan a csúcs, és utána másodikán is vissza kellett mennem a szűk keretbe. Hát ott onnantól kezdve az már tulajdonképpen örömjáték volt, hogy szabad így fogalmazni. Persze nyilván az edzéseken 100%-ot próbáltam nyújtani, meg a Vrenyes mesternek megmutatni, hogy megpróbálom így a helyemet megtalálni a csapatban. Szerintem ez sikerült is, mivel ugye 18-an utaztunk ki két kimaradóval, mindenkit kivitt a mester. Ez is már egy szenzációs érzés volt utazni a többiekkel, és a következő lépcsőfoka az volt az egész dolognak, hogy játszottam az egyik mérkőzésen, így az utolsó mérkőzésen. Ez egy kicsit ilyen keserédes szájízt adott a végének, hogy nem sikerült ugye a szereplés, viszont a személy szerint én nagyon boldog voltam, hogy ott láttam a fiúkkal. Hát ez önmagában egy hatalmas öröm és egy hatalmas büszkeség. Mégis próbálj nekem kiemelni egy olyan pillanatot, vagy egy olyan momentumot, ami a legemlékezetesebb a számodra. Az első gól, ami szerintem a csúcs volt. Hát ezt az érzést ezt nehéz leírni, ilyen teljes libabőr. Tulajdonképpen azt sem tudod, hogy erre kell futni utána. Egy kicsit, egy pár másodpercig olyan eufória, tulajdonképpen ahhoz közeli állapot. Hát mindenkinek kívánom, hogy egyszer aki ebben akar kiteljesedni, az élje meg ezt, mert ez egy szenzációs érzés szerintem. És amellett, hogy ez egy újabb lépcsőfok volt a karrieredben, gondolom egy teljesen más, vagy hát legalábbis én laikusként ezt gondolom, egy teljesen más felkészülési szisztéma, teljesen más lehetett a mérkőzés. Ezt hogy látod? Mennyiben más egy bajnoki mérkőzésre készülni, mennyiben más egy Európa-bajnokság? Hát teljesen. Az EB egyébként is egy nehéz versenynek számít, még a válogatott versenyek között is. Tulajdonképpen a legfeszítettebb mezőny van az EB-n. Ugye a kézzelben nagyjából az európai csapatok vannak ott a top szinten, és az európai játékosok. Nehéz. Sokkal nagyobb a tempó, sokkal erősebbek és dinamikusabbak a játékosok. Mindemellett sokkal nagyobbak már fizikailag is. Nehéz a felkészülés is, ugye, mert hamar következnek egymás után a meccsek, talán egy pihenő nap van, és utána már játszunk a következő mérkőzést. Nehéz így felkészülni és felkészíteni is egy csapatot, én úgy gondolom. Mindemellett szerintem nagyon jól fel voltunk készülve, csak nem úgy jött ki a lépés, ahogy mi szerettünk volna. A nagy akarásnak szerintem nyögés lett a vége így az utolsó meccs kapcsán. De az mindenképpen elmondható, hogy egy óriási élmény volt az életedben. Abszolút. És hát amellett, hogy a bajnoki mérkőzéseken teljesítetek hétről hétre, emellett az EHF kupán is részt vettetek a közelmúltban. Ez milyen élmény volt neked? Az EHF az inkább egy ilyen örömkézinek csapott át. Szerintem így az egész csapat és az egész klub szemléletében is. Nem azt mondom, hogy ez probléma, viszont ha nekünk vannak ilyen messze menő céljaink, vagy szeretnénk rohamosabban fejlődni, akkor nekünk tulajdonképpen az a cél, hogy ezekkel a csapatokkal tudjunk versenyezni, mint a Pamplona. Nehéz meccsek voltak, de viszont nagyon jó volt, hogy meg tudtuk mutatni egy picit magunkat így az európai közönségnek. Jó volt elutazni, jó volt így a csapattal ott lenni külföldön. Nehéz meccsek voltak, viszont szerintem helyt álltunk többé-kevésbé. Kevesen voltunk, egyébként voltak sérültjeink is, de mindemellett szerintem jól játszottunk így a másik meccsen inkább. Személy szerint én örültem, mert jól ment a játék, és jó
jó élmény volt így az egész csapat számára szerintem. És hát a 2018-as évben már néhány bajnoki mérkőzésen is túl vagytok. Hogy látod, a kezdeti célkitűzésekhez képest hol tart most a csapat? Mennyire sikerült eddig a céloknak megfelelően haladni, teljesíteni az egyes meccseken az elvárásokat, és hogy érzitek magatokat ebben az idényben? Picit döcögősen indult ez a szezon. Ugye volt egy edzőváltásunk, ami már szükséges volt, mint kiderült. Emellett egy picit ilyen nehézkesnek tartom ezt a szezont, mert ugye nehéz így évközben váltani, főleg úgy, hogy az egész alapozást tulajdonképpen egy másik szemléletben végeztük nyáron. Emellett nagyon sok jó meccsünk volt már idén. Volt jó pár gyengébb teljesítményünk is, de úgy gondolom, hogy ez élsport, ebben nem lehet rendelésre jól játszani. Ez nagyon komoly munka előzi meg, és nagyon pici nüanszokon múlik egyébként, hogy aznap milyen formában van az ember. Dübörög tehát tovább a szezon. Emellett még mi az, ami mostanában fontos feladatod lesz? Mi az, ami célkitűzés, projekt, bármi, ami mostanában foglalkoztat? Hát szeretnék minél jobb kézilabdázó lenni, ez nyilván standard. Egyébként hát szeretnék minél többet játszani, minél kiegyensúlyozottabb teljesítmény nyújtani. Hát németül is elkezdtem tanulni, ez egy célkitűzésem volt a tavalyi évre. Hát nehézkesen megy, de igyekszem vele haladgatni. Aztán majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Sok sikert kívánunk ehhez is, és a sporthoz is. Köszönjük szépen. Köszi, hogy a vendégünk voltál. Fekete Dávid volt a vendégem. Nézőinknek köszönjük szépen a figyelmüket, viszontlátásra!